Köszöntöm az Erdélyi Magyar Televízió nézőit. Június első hétvégéje az Európa Parlamenti választásokról fog szólni. 27 ország 375 millió szavazójával kialakul a parlament új arculata. 785 képviselő ezután elfoglalja a helyét és dolgozik értünk, európaiakért. Műsorunkban azokat a képviselőket hozzuk el önöknek, akik az erdélyi magyarokért dolgozhatnak, abban az esetben, ha megválasztjuk őket és elmegyünk szavazni. Stúdiónk vendégét, Kovács Pétert köszöntöm, aki a Magyar Összefogás listájának 5. helyén szerepel. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, kérem, hogy bemutatkozásképpen tekintsük meg Kovács Péter kampányfilmjét közösen. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A filmtől kedve támad az embernek mosolyogni, és én magam is úgy érzem, mintha tegező viszonyba kellene kerülnünk, annyira fiatalos. Ez volt a cél, hogy a fiatalokhoz szóljon ez a film? Igen, hát annak ellenére, hogy egy néhány napja betöltöttem a 35 évet, tehát a romániai törvények szerint már nem vagyok fiatal. Ebben a kampányban megpróbálom felvállalni elsősorban azt, hogy a fiatalok fele üzenjünk, a fiatalok fele egy más hangot próbáljunk megütni, de azért természetesen nem csak a fiatalokkal kommunikálunk, hiszen nem egyszer történik meg, hogy a piacon a nénik mondják, hogy azt a milyen daliás fiatalember, tehát hogy mindenkihez próbálunk szólni, elsősorban fiatalokat célozzuk meg valóban. Internetes oldalakon olyat olvashatunk, hogy ön nem egy hagyományos erdélyi politikus. Ha ön nem hagyományos, akkor milyen egy hagyományos erdélyi politikus? Hát a hagyományos erdélyi politikus az, aki kiáll a fenyves erdő tövébe, és az ásványvíz forrás mellett autonómiáról beszél. Most egy klisét mondtam, tehát egy olyan képet, ami valóban kialakult a politikusokról, vagy úgy általában ugye a politikáról, főleg a fiatalok szintén nem igazán pozitív a kép, hiszen ők azok, akik lopnak, csalnak, hazudnak és ülnek a bársonyszékben. No hát én ezt belülről egészen másképp látom, és próbálom is tolmácsolni, hogy nem minden esetben azokat a politikai vezetőket kell megszavazzunk, akit állandóan a tévében látunk, hanem vannak új hangok, vannak más hangok, vannak fiatal politikusok, urak, hölgyek, úgyhogy ezért gondolom én azt, hogy meg lehet győzni a fiatalokat arról, hogy igenis lehet azonosulni az RMDS-szel, lehet azonosulni a politikával. Ha nem tetszik Tőkés László, akkor ott van a szomszédban esetleg egy önkéntes, aki az RMDS-nél tevékenykedik a kampányban, hát ha ő meg tud győzni, vagy hogyha Markó Béla nem, akkor az ismerősünk egy városi vagy megyei tanácsos, hát ha ő meg tud győzni. Nagyon sok arcú ez az RMDS, nagyon sok arcú ez a szervezet. Ön 5 éven át volt a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke és társelnöke, az előző kormányban pedig ifjúsági államtitkárként ismerte meg az egész ország. Hogyan vélekedik a jelenlegi vezetőleváltásokról, hiszen ez nagyban érinti az ifjúsági szervezeteket is, hogyha esetleg a nézők nem tudnák, az utóbbi időben 10 fiatal politikust menesztettek, 6 közül magyar volt, Hargita, Kovászna, Szatmár, Hunyad, Beszterce, Naszód és Maros megyei ifjúsági igazgatóját is felmentették tisztségéből. Igen, hát úgy fogalmazott, hogy államtitkárként ismert meg az egész ország, ez egy kicsit túlzás, nem ismertek meg, de hát államtitkárként tevékenykedtem több mint egy évet. Ez a 10, akire ön utal, ez mind magyar, tehát 6 igazgató, 4 aligazgató tisztségben, és azért fontos számomra ezekről a személyekről beszélni, hiszen államtitkár koromban együtt dolgoztunk, mert én voltam a főnökük, úgymond, és nagyon jól tudtam, hogy nagyon jól tudom most is, hogy milyen munkát fejtettek ki, nagyon jól tudom, hogy milyen intézményvezetők voltak, illetve nagyon jól tudom, hogy milyen közösségi támogatás van mögöttük. És mégis egyetlen egy tolvonással Bukarestben kirúgták őket, használhatom ezt a nagyon csúnya
kifejezést, és senki nem nézte azt, hogy mit tudnak. Azt nézték, hogy magyarok, ez volt az egyik bűnük, a másik bűnük az, hogy az RMDSZ támogatását élvezik. De nem csak erről a 10 emberről van szó, hanem több száz emberről van szó, és nem csak ezekről az intézményvezetőkről, hanem a lényeg az, hogy sajnos az RMDSZ ebben a pillanatban nincs, nem ül annál az asztalnál, ahol ezeket a döntéseket hozzák. És Brüsszel is egy ilyen hely, hogyha nem vagyunk ott, akkor nélkülünk fogják meghozni a döntéseket. És például ilyen jellegű döntésekre is lehet számítani. De hát, emlékezzünk vissza, hogy március 15-én a román hatóságok mit tettek Sólyom László államelnök úr, a valósággal megalázták azáltal, megakadályozzák, hogy eljön Erdélybe. Vagy amikor Traian Băsescu azt nyilatkozta, hogy soha nem lesz Erdélyben vagy Romániában területi autonómia. Nagyon jól tudta, hogy a magyaroknak, a székelyeknek ez egy dédelgetett álma. Nem volt egy pillanatig sem udvarias, hanem azt mondta, hogy soha, és emlékszik mindenki, ahogy az a hang nem, ahogy ezt a szót kiejtette. Vagy hát Kolozsvárig menjünk, ugye én ott élek Kolozsváron, a fogsáni születési polgármesterünk éppen most szándékszik kitenni egy háromnyelvű táblát minden műemlékvédelmi épületre. Na, hát ez egy díjazandó ötlet, azonban ki lehet, nézők kitalálhatják, hogy a magyar nyelv ott van-e a három nyelv között. Hát nincsen. Ezért kell ott legyünk Brüsszelben, hogy tudjuk elmondani, hogy itt él egy másfél milliós, nagyon erős magyar közösség, aki a sorsát a kezébe tudja venni, aki a sorsát tudja igazgatni. Fiatalokra visszatérve, hosszú távon milyen következménye lehet ennek, hogyha fiatal vezetők nincsenek magyar nyelvűek? Igen, tehát hosszú távon, középtávon és hosszú távon nekünk mindenképpen az a célunk, és amikor azt mondom, hogy nekünk, akkor az én generációmhoz tartozó politikusra gondolok, legyen az polgármester, tanácsos, parlamenti képviselő, vagy akár miniszter is. Az a célunk, hogy próbáljuk meg az RMDSZ-ről kialakított képet egy kicsit megváltoztatni, mert én nem úgy gondolom, hogy rosszul végzi a munkáját az RMDSZ, hanem hogy azok a klisék, amikről az elején beszéltünk, azok nem biztos, hogy érvényesek az RMDSZ-re. Hogy vannak új arcok, van új erő, van energia ezen a szervezeten belül. Mi nem arra törekszünk, hogy egyik napról a másikra felborítsuk az asztalt, és azt mondjuk, hogy aki mostanáig volt, az arra nincsen szükség, hanem folyamatosan próbálunk beépülni a szervezetbe, folyamatosan próbálunk dolgozni ezért a szervezetért, ezért a magyar közösségért, és előbb-utóbb az idő is, ha nem más, az idő is nekünk dolgozik, és úgy gondoljuk, hogy hát mi még rendes emberek vagyunk, fogalmazzak így, még nem vagyunk olyan politikusok, akiket nem szeretnek az emberek, és most szeretnénk minél több fiatal számára tudatosítani, hogy igenis vannak ilyen fiatalok is a szervezeten belül. Ha Európa parlamenti választásról beszélünk, egyébként mennyire lehet rávenni a fiatalokat, vagy úgy általában Európa polgárait, hogy elmenjenek szavazni? Hát ha most igazi politikus lennék, akkor azt mondanám, hogy hát el fognak menni a fiatalok, mert nagyon jó kampányt végeztünk, és még van 10 nap, és felrázzuk őket, és stb. De nem fogom ezt mondani. Ugyanis én nem hiszek abban, hogy egy választási kampány alatt meg lehet változtatni a fiatalok elképzelését, álláspontját a politikumról úgy általában. És éppen itt tévednek gyakran a sorstársaim, a politikusok, hogy kampányban szerveznek egy bulit, egy koncertet, bezserül kiállnak a mikrofon elé, nyakkendő előtt, elmondanak 3 előre betanult poént, és úgy gondolják, hogy a fiatalokkal való kommunikáció le van tudva, hiszen mi fizettük ki azt a drága zenekart. Nem, ez egy téves hit, a fiatalokkal állandóan kell foglalkozni ebből a szempontból. Folyamatosan napirenden kell tartani ezt a témát 4 éven keresztül, vagy választási ciklusok közepette is ezt el kell végezni, és nem úgy, hogy koncerteket szervezünk, vagy nagyívű speech-eket tartunk sportcsarnokokban, hanem embertől emberig, fiataltól fiatalig, ifjúsági szervezettől ifjúsági szervezetig, hiszen ez egyedül nem megy. Csak úgy megy, hogyha a legalsó szinten, idézőjelben legalsó természetesen lévő ifjúsági szervezetek tudnak ebben segíteni, és hát nekem ebből a szempontból szerencsém van, hiszen közel 300 ifjúsági szervezet támogatta a jelöltségemet, úgyhogy az ők munkájuk nélkül nem lehet sikeres semmiképpen a fiatalok megszólítása.